Szeretettel köszöntöm Önöket a Kálmán Imre Teátrum első nyilvános eseményén, ezen a sajtóbejáráson, sajtótájékoztatón. Megmondom őszintén, hogy eléggé meghatottan állok itt, mert nem gondoltam volna sok pillanatban, hogy ez a közel két éves munka ideig egyszer eddig a pontig eljut, és most nagyon boldog és büszke vagyok, vagy boldog és büszkék vagyunk. Még sok kollégám egy pár hete sem gondolta, hogy ez az esemény ma itt megvalósult, de örömmel bejelenthetem Önöknek, hogy 2017. április 20-án megnyitjuk a Kálmán Imre Teátrumot, ami a budapesti Operettszínház új kamarajátszóhelye. És azt hiszem, hogy mindjárt fel is rúgtam a zavaromba a forgatókönyvet. Minden további információt majd később mondunk el, azt is, hogy mi lesz majd a nyitó produkció, hanem ha jól emlékszem, most egy részlet következik valamiből, amiről majd később beszélünk. Akkor uram! Ami a Moszkvában, és a Mullerbúzsban. Ja, felépén, én ne is mondom. Az már igaz, hogy fiatal tisztként inna fronton, mi két pofára hapsoltuk ezeket, és hordtam, mint nőcskéket. Na de, eszünkbe se jutott volna feleségül venni őket, mert ugye már nem kell az megvenni egy egész tehenet, hogy az ember igyon egy pohár tehet. Thank you.
maradunk, mert talán nem is kell, hogy Németh Attilát és Szabó P. Szilvesztert láthatták.